csatornán a mai videó nem lesz más, mint az Emoji Makeup Challenge második napja, ahol is a mai sminkünket a szivárvány emoji inspirálta. És nem teljesen ez volt az első ötletem, de végül emellett tartottam ki, és lett egy ilyen felhőcskés, szivárványos, hát smink per félig arcfestés. Viszont hogyha tetszik és kíváncsiak vagytok arra, hogy hogyan készült, akkor ne kattintsatok sehova. Most hát akkor kezdjük is el ezt a szivárványos sminket, és alapvetően most egy sokkal egyszerűbb sminket szeretnék elkészíteni a szivárvány színei sorban. Ha kinézek a kamerából, az azért van, mert oda kiraktam egy képet a szivárványról, hogy pontosan tudjam, mi a szín sorrend, mert néha elfelejtem. És valami inkább pasztellesebbet szeretnék, mint neon, meg nagyon erős szivárvány szín, de majd meglátjuk, bár ti már úgyis láthattátok az intróban. Először ezzel lappal kezdem, ehhez a Maybelline Fit Me Matte & Poreless fogom használni. Két árnyalatom van, mert most pont a két szín között vagyok, úgyhogy egy kicsit keverni fogom, és az egész arcunkat le fogom alapozni. Ezek után a Catrice Camouflage korrektoret fogom használni, és igazából főleg itt a szemem alatt ezt az egy pattanásomat, még egy kicsit itt az államot fogom egy picit korrektorozni. Tudom, hogy a hajam még nincsen kész, azt majd utána akarom megcsinálni, hogy elkészültem, mert még nem vagyok benne biztos, hogy pontosan milyen hajat szeretnék ehhez a szivárványos sminkhez. És ha bár itt az egész szemem el lesz sminkelve, azért akartam korrektorról elemenni, mert nem szeretem az alapozót a szemem alatt használni. Sokkal jobb, hogy a korrektort viszek fel, még akkor is, hogyha mondom, teljesen be fogjuk színezni az egészet, de itt legalább biztos az alap. Végezetül pedig a Maybelline Fit Me Matte & Poreless puderét fogom használni, és mindent lepuderezek magamon. Általában nem szoktam lepúderezni azra, hogy például a szememet, vagy azokat a helyeket, ahova szemhéjpúdert teszek, mert így lesz egy jó kis nedves alapja, és meg tud tapadni a festék, viszont mivel most egy nagyon pasztelles, könnyen eldolgozható valamit szeretnék, ezért sokkal jobb, hogyha van rajta púder, és arra viszem föl, mert valahogy nem lesz erőteljes még az a szín sem, ami alapvetően nagyon-nagyon pigmentált, és kicsit könnyebben össze fogom dolgozni azt neked, mint hogyha feltenném egy ragacsos alapra, ami ugye most az alapozó és a korrektor, és lehet, hogy bizonyos helyeken megtapad, bizonyos helyeken nem, kicsit nehezebb úgy összedolgozni. Plusz ugye a szememen teljesen más bőr van, mint az arcomon, szóval így egy kicsit talán egyszerűbb is lesz. Majd pedig jöhet a szemöldök, amit szerintem pontosan úgy fogok megcsinálni, mint ahogy mindig is, most nem akarok semmi extrát a szemöldökömmel. Azon gondolkoztam, hogy megint eltakarom, hogy ne legyen, de igazából szerintem nem fog olyan rosszul kinézni, úgyhogy megcsinálom, ahogy eddig is szoktam. És igazából jöhet maga a szivárvány, ehhez kettő palettet fogok használni, az egyik a NYX Ultimate Brights palettája, amiben szivárvány színek vannak, a másik pedig a Beauty Bay Utopia palettája, amiben szintén szivárvány színek vannak, viszont itt van egy-két olyan szín, ami kicsit túl neon, és azok helyett a NYX-es palettába fogok használni. És úgy szeretném megcsinálni, hogy mintha lenne itt egy ilyen, hát nem kör, hanem inkább egy ovális, és azon belül lesz a szivárvány, és ilyen kis felhőket akarok rátenni. Viszont nem akarom semmivel sem feltétlen megrajzolni ezt a területet, mert nem biztos, hogy utána el fogom tudni dolgozni. Úgyhogy szimplán csak óvatosan korrektorral fogom megskiccelni, hogy hova is szeretném ezt feltenni. Mert ez még gyorsabban és könnyebben eltüntethető. Mint kvázi bármi más. Itt talán sokkal egyszerűbb kijelölni, mint bármi másra és utólag eltüntetni. És erre még rá is tudok sminkelni. Ha esetleg láttok extra színt az arcomon, főleg zöldet mondjuk itt,
Az azért van, mert közben elkezdtem, de nem tetszett, úgyhogy leszettem, és elkezdtem előről. Úgyhogy most egy kicsit máshogy fogjuk csinálni. De a lényeg, hogy ugye megrajzoltuk itt körben a korrektorvonalat, hogy biztos, ami biztos legyen. Viszont úgy döntöttem, hogy először a szemekkel fogjuk kezdeni, és utána fogok az arc többi részére rámenni, mert úgy lehet, hogy kicsit egyszerűbb lesz. Először a NYX palettából ezt a nagyon szép világos kéket fogom használni, és ezt fogom felvinni ide, főleg a mélytővonalba és a külső V-be. Majd a sötétebb kéket fogom használni a palettába, és itt az orrom vonalánál és a szemöldökömnél fogom felvinni egy másik adagban, és azt fogom összekötni ezzel a világosabb kékkel. Ezek után a Beauty Bay palettába fogom ezt a nagyon világos zöldet, és egy puffy ecset segítségével itt ezt a kéket fogom egy kicsit elsötírozni vele. És itt most nem egy szimpla sminket csinálok, tehát én most felmegyek teljesen ide a szemöldök vonalig. Sokkal extrémebb módon fogom megcsinálni, mint ahogy alapvetően csinálnám. Egy korrektorral fogok csinálni egy fél cut crease-t. Itt végig az orrom vonalánál fogok menni, és ahol itt abba hagytam a kéket, ott fogom megtisztítani. Kivágott részre pedig a Colourpop Blue Moon palettájából a Lumi nevezeti, ezt a nagyon világos fehér, de mégis kékes duokrómos színt fogom felvinni. Majd vissza fogok menni a világos kékre, hogy itt egy kicsit jobban összedolgozzam, és a sötét kékre is, hogy egy kicsit megerősítsem a színeket. És hát akkor kezdjük előről ezt a szivárványos dolgot, mert nem annyira jött be, és egy kicsit fordítok a sorrendem, mert nem tetszett úgy, hogy először felvittem. Úgyhogy legelőször ezt a már szemünkön használt világos kéket fogom felvinni ide legfelülre. Nagyjából úgy idáig, majdnem a szemöldökig, és legfelül el fogom dolgozni a Beauty Bay zöld árnyalatával. Néha látjátok, az ember kitalál valamit, tökő ötletnek tűnik, és végül nem lesz az. De ilyenkor nincsen semmi probléma. Szépen kezdjük előről. Többször meg szoktátok jegyezni, hogy olyan szépen sminkelek, meg olyan jó, mindig nem mindig olyan jó. Nem mindig olyan szép. Valamikor előről kell kezdeni az egészet, hogy olyan legyen, amilyenre én gondolok. És sokszor még utána se lesz teljesen olyan. Ezek után piros helyet inkább egy rózsaszínesebb árnyalattal folytatom, mert az kevésbé olyan erőteljes, úgyhogy a NYX palettából ez a szín, ez szerintem egy kicsit jó. Kicsit ilyen, nem is rózsaszín, ilyen korallosabb beütése van, úgyhogy van benne egy kis rózsaszín is, meg egy kis pirosos is, és valószínűleg ez egy kicsit így jobban mutat az arcon, mint hogy így egy nagy adag pirosságot felfestenék. Ez így sokkal több idő, mint hogyha az ember mondjuk testfestéssel játszik, viszont nincs ennyi színű testfestékem, úgyhogy muszáj vagyok ezt így megoldani. De legalább használom a sminktermékeimet. Mindig igyekszek egy-egy színblokkot szépen összedolgozni, viszont ugye ezek a színek azért viszonylag nehezen összedolgozhatók, tehát a rózsaszínt egy kékkel egy kicsit nehéz, viszont megéri belefoglalatoskodni, és a kettő között lesz egy szép lilás átmenet, ugye a színteóriát azért ne felejtsük el, hogyha egyiket a másikba kutyulom, akkor azért más színek is keletkeznek, viszont egy kicsit egyszerűbb őket összedolgozni, és sokkal
kohézívabb lesz az egész. És nagyjából ide az orrom majdnem hegyig fogom levinni. Viszont itt visszatérek a szemsminkre, mert a pinket itt tovább akarom folytatni, viszont a szemünket még nem fejeztük be. Úgyhogy visszatérek erre a világosabb kék árnyalatra, és ezt ide a külső alsó szempillasorra fogom felvinni, de nem teljesen végig, mert oda a zöldet szeretném. És picit kihúzom, csak egy minimálisan. Vissza fogok menni erre a pasztelzöldre, és szintén az alsó szempillasornál fogom eldolgozni, és egy kicsit el fogom vele satírozni ezt a kéket. Úgyhogy ezek után visszatérek a rózsaszínemre, és itt a szemem alatt fogom felvinni, és figyelek arra, hogy ezzel a szemsminkkel is, ide a zöldet, amit kitettünk, ezzel is egy kicsit össze tudjam dolgozni. És itt is ügyelek arra, hogy azért vonalban maradjak, tehát ne menjek itt túlságosan a vonalból, amit előzetesen felrajzoltam magamnak. Majd rátérek a narancssárgára, ami maradt a Beauty Bay-es, utópiás narancssárga Blaze árnyalatban. És egy picikét keverni fogom a NYX-es ezzel a sötét citromsárgával, hogy ne legyen olyan nagyon erőteljesen neon, hiszen a többi színünk sem az. És ezt fel fogom vinni itt az orromhoz. Egész héten itt nincs semmi, se fúrás, se faragás, se autó, se semmi. Leülök forgatni, és abban a szent minutumban mindenki megőrül. De ez már nem az első alkalom, hanem ez már a sokadik alkalom. Tényleg akkor fúrnak, akkor van mentő, akkor verik itt a betont, akkor csinálunk mindent. Pedig tényleg azért hetente nem sokat ülök le videózni, de nem tudom, mi van. Nem tudom, mi van. Végezetül pedig jöhet a citromsárga, ami az a Juvia's Place Nubian Glow palettájából. Ezt a citromsárgát fogom használni. A NYX-es palettában lévő annyira nem tetszik, nem elég pigmentált a számomra, úgyhogy ez marad, és ez teljesen ide az orrom alá, és ide a számhoz fogom felvinni. Az esküszöm jobban sikerült, mint a legelső próbálkozásom, az nagyon-nagyon rosszul nézett ki. Bár még ez sem mutat túlságosan semmit. És most, hogy igazából a főszíneket felvittük, és elég viccesen nézek ki, jöhetnek a felhők, ehhez pedig a Suva Beauty Hydra Linerit fogom használni, de igazából fehér testfestéket is lehet használni, vagy szemszeguzát, vagy bármi hasonlót, amivel kis felhőcskéket lehet kreálni, és ezt egy nagyon-nagyon egyszerű technikával fogjuk megoldani. Először vízzel aktiválom, ha nem magamat fújnám arcom. Egy lapos fejércsetet fogok hozzá használni, ez nagyon fontos. És igazából ennek a lapos fejű ecsetnek magát a formáját fogjuk használni ahhoz, hogy a kis felhőcskéket megrajzoljuk. Amit viszont így bárhova lehet, tehát fogunk tenni ide a homlokomra, egy kicsit ide ki fog jönni az arcon, és a lényeg az lesz, hogy úgy nézzen ki, mintha egy ilyen felhőszivárványos ég lenne. Van egy felhő. Ez pedig lehet kisebbel, nagyobbal, több ecsettel, kevesebb ecsettel. Felhő. Minél többféle ecseted van, annál többféle kis felhőcskét tudsz rajzolni, és annyi, hogy ezeket a kis felköríveket alul egy egyenes vonallal összekötöd. És most már majdnem végzünk, tele vagyok. Felhőkkel, és szerintem tök aranyosan néz ki. Úgy döntöttem, hogy csinálok valamiféle szemhétust, mert a szemem nagyon-nagyon elveszik, úgyhogy a Makeup Revolution Renaissance Flick szemszeruzájával húzok egy hosszabb, vastagabb cica szemet, és egy kicsit vissza is kanyarintom. Kicsit ilyen e-girl-ösre. Már akárhányszor próbáltam ezt az e-girl-ös dolgot, ahányszor nem jött be, de hát ha majd most. My own worst enemy. I'm hiding in the blue.
between the clouds in the blue, where I can't be found. I'm hiding in the blue. Ezek után fel fogok vinni szempillaspirát és egy műszempillát, mert úgy gondolom elég erőteljes lett ez a smink ahhoz, hogy ne tegyek fel műszempillát. Rúzsnak pedig a H&M krém rúzsát fogom majd felvinni, Vezet Feed árnyalatban. Megcsinálom a hajam, és utána visszajövök és megmutatom nektek a végső kreálmányt. El is készültünk, és ennyi volt már ez a mai videó. Jobb lett, mint amit eredetileg terveztem. Amúgy, meg kell, hogy mondjam, itt a kis viewfinderben most nézegetem magam, de szerintem sokkal aranyosabb lett, mint ahogy eleinte terveztem, úgyhogy nagyon örülök, hogy végül emellett döntöttem, nem pedig az első tervet követtem végig, mert az valószínűleg nem tetszett volna annyira, de írjátok meg ti oldalánt a véleményeteket a komment szekcióban. Úgyhogy igazából ennyi volt már ez a mai videó, hogyha tetszett, akkor ne felejtsen feliratkozni a csatornára, hogy le nem maradj a többiről, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!